Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, minden ismerőst, barátot, tagot, akivel szoktunk találkozni. Mindig jó itt lenni, amikor itthon vagyunk, az egy olyan, mintha nyaralni jönnénk. De mintha itthon nyaralnánk. Úgyhogy ez nagyon jó. A héten, tehát múlt héten a táborban voltunk, találkozás Jézussal táborban. Egy témával foglalkoztunk, a csodák témájával. Most is a szombatiskolán, hogy beszélgettünk, a csodáról beszélgettünk. Szóval úgy gondoltam, hogy beszélek a csodáról most. Szerintem rengeteg csoda van az életünkben, de időnként ez kevés. Ma reggel is láttam egy csodát, amikor Erna látom indul kifelé, és a szeme megváltozik, az arca mosolyra gördül. Látom, Móni bejött a kicsivel. Egy új csoda, nem? Minden gyermek születés egy fantasztikus csoda. Emlékszem arra, amikor Domi született, Szilvi terhes volt, minden héten néztük a nagykönyvben, hogy most éppen mi fejlődött ki benne. A keze, a lába, hogy mikor alakult ki, hogyan növekszik, milyen pici, és egyszer csak nagyobb lesz, de már mindene megvan tulajdonképpen. Egy fantasztikus folyamat, nem? Tehát a hétköznapi életben is találkozunk rengeteg csodával. Azonban ez időnként kevés. A Biblia azt mondja, így Márk 16. fejezetéből olvasnám az alapigét, azt mondja, hogy Jézus a 15. verstől, amikor parancsba adja a missziót, hogy elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek és csodák követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Tehát olyan természetesen mondja ezt Jézus, mintha a kereszténységnek egy természetes velejárója lenne az, hogy történnek csodák, nem így van? És időnként ez hiányzik. Úgy érezzük, hogy a kereszténység, pláne mióta a protestantizmus is létrejött, ilyen tudományos, szellemi irányzattá vált volna. Vannak tanításaink, vannak elveink, vannak törvényeink, vannak szabályaink, adventistáknak is nagyon sok van. Valaki megszámolt, hogy egy átlag adventista gyülekezetben több mint 600 szabályt kell betartani. Ezért vettem nyakkendőt, egyébként nem akartam. Biztos vagyok benne, hogy valaki nem azt hallgatna, amit mondok, hanem a nyakkendőmet nézni, hogy miért nincs rajta. Zakó már nincs rajtam, de ennek van bibliai alapja is. Azt mondja az írás, hogy a pap nem viselhet semmit, ami izzadságra késztetni. Úgyhogy ennek van igei háttere. Úgyhogy érezzük azt, hogy valahol a kereszténység, mintha megüresedett volna. Hol vannak a csodák? Nem tudom, gondolkoztatok már ezen? Tehát a pap, a lelkész beszél, a tagok imádkoznak, énekelünk, hazamegyünk, jövő héten visszajövünk, de ez mintha egy kicsit üres lenne, nem így van? Vannak szerintem ma is csodák, csak lehet, hogy valahogy máshogy néz ki a csoda, mint hogy korábban azt gondoltuk volna. Másrészt pedig szerintem érdemes megvizsgálni azt, hogy hogyan jönnek létre csodák. Ugye ezzel fogok ma foglalkozni, megnézem azt, hogy a tanítványok mikor tudtak csodát tenni, és mikor nem. És lehet, hogy észreveszünk, hogy ma is lehetnek még csodák. Talán mielőtt belefognék, elmondom azt, hogy a közelmúltban több csodát is átértem, aminek úgy nagyon örültem. Márciusban kint voltam Tanzániában, előtte elküldtük az autót, van egy nagy Land Cruiserünk, egy jelenleg 25-30 éves autó. Javításra küldtem a Land Cruisert, visszajött, elmentem Namangába a határa, hoztam egy csoportot, 9-en ülünk az autóban, és hát tudni kell azt, hogy amikor eladjuk a műutat, megyünk az iskolánk felé, Karol felé, akkor a vadonban megyünk egy 45-50 percen keresztül. A vadonban az út úgy néz ki, mint egy földút, és mellett a lezúduló esővíz hatalmas árkot mos ki. Ez az árok időnként 1-2-3 méter is lehet, de van, ahol 4-5 méteres. És hogy megyek fölfel az úton, bent ült az autóba egy lány, egy osztrák lány, és meglátott egy antilopot. És rám kiállt, hogy állj meg! És hogy ráálltam a fékre, úgy reflexzerűen, azt vettem észre, hogy nagy baj van az autóval, egyetlen egy keréken fogott a fék, a bal elsőn. Aki tud vezetni, tudja, hogy mi a következménye, azonnal lerántotta az útról az autót. Bele az árokba. De olyan szerencsénk volt, idézőjelben mondom, hogy pont ott, ahol lerántotta az útról az autót, a fék több mint 1 millió kilométert vezettem már balesetmentesen. Nem szoktam karambolozni. Nem szoktam az útról lemenni.
De egy poros úton, amikor csak egy kerék fog, és az nagyon, nem tudsz mit tenni. Tehát olyan gyorsan történik minden, és érdekes, hogy pont ott, ahol lerántotta az útról az autót, ott a hordalék feltöltötte az árkot homokkal. Úgyhogy a bal első kerék és a bal hátsó az belement az árokba, és belesüllyedt a hordalékba. Tehát már szerencsénk volt, hogy nem egy szakadékba zuhantunk. Na de a hordalékba belesüllyedt a bal első, bal hátsó kerék, az autó felborult. Nem tudom, felborult már valaki autóval? Milyen érzés, hogy érzed, hogy emelkedsz fölfelé, és nem tudsz mit tenni, hiába kormányzol. Az autó felborult, sikítás, ordítás az autóban, de pont ott, ahol az autó felborult, az árok partján volt egy dombocska. Az autó felborult, megtámaszkodott, gondolkodott, majd szépen lassan visszazökkent a négy kerekére. Elcsendesedtek az autóba az emberek, a lány azonnal kiabálta, aki mondta, hogy álljak meg, hogy ki akarsz állni az autóba, soha többet nem autózik. Hát mondom, mert szabadon vagy, gyalog egyedül is tovább, mi itt autóval megyünk tovább, de az autó végül a saját lábán kijött az árokból. Kiszálltam, körbe mentem, és azt láttam, egy karcolás nem volt az autón. Mentünk tovább, 100 méterrel odébb, 2 méter mély volt az árok. Én hálás voltam, hogy az antilopesz hamarabb jött, nem később. Ha ott beleborulunk, nincs mentő, nincs segélyszolgálat, nincs semmi. Ha baleset van, akkor magadra vagy utalva. Amikor hazajöttem, gondolkoztam, hogy nincs ez így rendjén, folyamatosan viszek ki embereket, megyünk, dolgozunk az iskolákban, 700 gyermeket látunk el, és ez felelősség. És elkezdtem gondolkozni, hogy valahogy az autókat rendbe kellene szedni. Hát mit tegyek? Gondolkoztam, és eszembe jutott, hogy valamikor egy konferencián Dél-Németországban megismerkedtem egy fiatal autószerelővel, aki mániákusan szereti a szakmáját. Megturingolt egy régi Volkswagent úgy, hogy minden Porsche-jét agyonra ver az autópályán. Vagy 700 vagy 800 lóerős volt az a kis Volkswagen, amikor mentem vele, az volt az egyetlen autó, amiben féltem, amikor gáztattam. Összkerékhajtásra alakított át. Nagyon jó, mint ez az autó. És akkor felhívtam ezt a srácot, mondom neki, hogy hát van egy problémám, kellene nekem egy jó autószerelő, aki az autót rendbe szedi. Nem mennél ki Tanzániába? Azt mondja, hogy nekem, hogy László, 2 hete azért imádkozom, mutassa meg a Jóisten, hogy az én szakmámban én mit tudnék valami jót tenni. Még aznap megvette a repülőjegyet, és kiment 2 hétre autót javítani. Annyi baját fedezte fel az autónak, hogy fogtuk a fejünket. Levette a kereket, kiderült, hogy csapágyas. Levette a csapágyakat, kiderült, hogy a differenciállal is, a hátsó híddel komplett baj van. Szétszedte a differenciált, kiderült, hogy a váltót is szét kell szedni. És így ment végig az autón. 2 hétig dolgozott, végül rendbe szedte az autót, és hazament. Tehát ezek ilyen hétköznapi csodák. Azonban mi nem elégszünk meg ilyen csodákkal. Mi szeretnénk érezni, tapasztalni azt, hogy az Isten jelen van közöttünk. Jézus azt mondja itt, amikor a misszióparancsot kiadja, menjetek el széles a világra, mert az az evangélium, az a jó hír, amit én küldök, ez több, mint elmélet. Ez nem csak egy szellemi irányzat, nem csak egy tanítás, abból elegünk van, pláne a fiataloknak, nem iskolában. Olyan korban élünk, amikor a hátunk közepére nem kívánjuk a tanítást, az újabb tanítást, a még újabbat, nem? Tehát én is tanárként dolgozom. Legjobban azt élvezzük a diákokkal, amikor együtt megyünk kirándulni. Nem? Nem a tanítás, de az is elmegy a kirándulás után egy jó darabig. Úgyhogy Jézus azt mondja, hogy ez valami nagyon fontos, amit át kell adni. És aki elfogadja ezt, és megkeresztelkedik, az üdvözül, vagyis megváltozik radikálisan az élete. És Jézus azt mondja, hogy ez egy olyan fontos üzenet, amit el kell vinni az egész világra. És én jelen leszek abban a tevékenységben, amikor elkezdtek másokért dolgozni. És bizonyítom annak a valóságát. Mi által? Azáltal, hogy ilyen jelek és csodák követik azt, aki az én nevemben ezt teszi. És ez jelzi, hogy az utolsó időben valóban ez be is fog következni. Amikor ténylegesen az evangélium hirdetését jelek és csodák fogják kísérni. És én azt gondolom, hogy időnként ez már meg is történik, de lehet, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy mi a helyzet Isaszeggel, nem így van? Mi a helyzet velünk? Hol tartunk mi? Nem elég csak szépen beszélni, imádkozni, adományt adni, lefizetni az Istent, hogy a következő héten is áldjon meg bennünket, nem? Néha még idézzük is, hogy nem azon valaki ásnál, hogy hozd be az én tárházamba, és majd én megáldalak.
És időnként úgy néz ki, mintha ez egy ilyen üzlet lenne az Istennel, pedig nem az, ez sokkal több annál. Hogyan következnek be a csodák? Én szeretném, hogyha megnyitnánk a Bibliát, és egy-két helyen megnéznénk, hogy hogyan is következtek be a csodák, amikor a tanítványok csodákat éltek át. Márk 6. fejezetében, a 7. versben ott találjuk az első ilyen nagy alkalmat, amikor a tanítványok megbízást kapnak arra, hogy csodákat hajtsanak végre. Itt a Márk 6. fejezetében azt olvassuk, majd magához szólította Jézus a 12-t, és kezdi őket kiküldeni kettőnként. És adanékik hatalmat a tisztátalan lelkeken, kimenvén azért prédikálják valahogy térenek meg, és sok ördögöt űznek vala, ki és olajjal sok beteget megkentek, és meggyógyítottak. Tehát ez az első alkalom, amikor Jézus megbízza a tanítványokat, nem az egész közösséget, hogy egy emberért dolgozzon, hanem párosával kiküldte őket. 16 osztva 2-vel, vagy 12 osztva 2-vel az 6, ugye 6 ilyen csoportban mentek ki a tanítványok. Nézzük meg, hogy mi is történt itt, ami feltétele volt egy-egy ilyen csodának. Az első az, hogy mielőtt elindultak kifelé, hol voltak a tanítványok? Jézussal. Ugye közvetlen kapcsolatban voltak Jézussal. Kitől kapták a megbízást? Magától, Jézustól. És amikor elindultak, akkor mi volt a feltétele annak, hogy ők csodákat tudjanak végrehajtani? Azt olvassuk itt, hogy Jézus hatalmat adott nekik. De ez a három feltétel jelenik itt meg. Jézussal voltak, Jézussal voltak közösségben, tőle tanultak, tőle kapták a megbízást, Jézus pedig hatalmat adott nekik, hogy cselekedjenek. Tehát ezt a három feltételt látom. Időnként talán az a probléma, hogy mi nem annyira a Jézussal való kapcsolatból indulunk ki, hanem egy átlagos, hagyományos gyülekezeti életből. Olyan életből, amikor talán nem is annyira Jézusra koncentrálunk, hanem a programra, az egyházra, a lelkészre, a tennivalóra. És az egyház mit szokott mondani? Vagy a gyülekezet? Kellene egy óravezető, vállalná valaki? Nem ezek a megbízások, amik elhangoznak? Ki az, aki összegyűjti az adományokat? Tehát megálltunk, megrekedtünk egy olyan szinten, amikor működtetünk egy szervezetet. És időnként nem halljuk azt, amit Jézus ma mond nekünk. A megbízást. Márpedig ma is ad megbízást az embereknek. Tegnap, amikor nálam volt egy ismerősöm, aki súlyos, daganatos beteg, és elmondta azt, hogy hát ő nem tudja, hogy mennyi van még hátra. És elgondolkoztam rajta, hogy is a szegély. Vajon hozzáfér-e ő olyan forráshoz, ami az ő szívébe békességet tud hozni ebben a helyzetben is. Tehát úgy gondolom, hogy a megbízást Jézus ma is számtalanszor adná nekünk. Vannak olyan emberek, akiknek szükségük van lelki, de akár testi gyógyulásra is. Szükséges azonban az, hogy az alkalmakat észrevegyük, a lehetőségüket. És nem mint egyház reagáljunk, mint gyülekezet, hogy elhívunk valakit az Isten tiszteletre, hanem mit tesz Jézus a tanítványokkal? Elküldi őket az emberekhez. Ahhoz, hogy ők gyógyítsanak, mire volt szükség? Oda kellett menni, ahol kik voltak? Betegek. Nem? Másképp nem történik meg a csoda. Ahhoz, hogy valami csoda megtörténjen, oda kell menni, ahol Istennek szándéka, hogy valamit cselekedjen, valamit tegyen. Kimenvén azért prédikálják, hogy térjenek meg, és beteggel, és olajjal kentik meg a betegeket, és azt mondja itt az írás, hogy sok beteget megkentek, és sokat meggyógyítottak. Én azt gondolom, hogy ma is való ez a folyamat, ez még mindig él. Egy nagyon érdekes dolog történt az elmúlt hónapokban. Kim van egy iskolánk Tanzániában, és azt láttuk, hogy szükség lenne ott helyben európai ember, aki segít a szervezésben. És hát imádkoztunk azért, hogy valaki jó lenne, aki menne oda. De senki sem akar. Valamiért, nem tudom miért. Ugye, még akkor nem volt vendégházunk sem. És egyszer csak, amikor otthon vagyok, jön egy üzenet, hogy Angliából két önkéntes megtalált bennünket az interneten. És érdeklődik a tanzán munka iránt, hogy ott az iskolában ők szívesen dolgoznának. Felvettük a kapcsolatot egymással, és amikor
felhívtuk egymást, akkor kiderült, hogy mi ismerjük is egymást korábbról. 2005-ben találkoztunk egymással, és amikor kérdeztem, hogy mihez éltenek, a feleség elmondta, hogy ő ápolónő. Olyan ápolónő, aki nagyon jó képzettséggel rendelkezik, nem csak a hagyományos gyógyászat, hanem a természetgyógyászat terén is. A lényeg az, hogy elhívást éreztek arra, hogy elmenjenek oda, ahol szükség van rájuk. És úgy, hogy semmilyen fizetést nem kérnek, úti költségtérítés semmit nem kérnek, kimentek oda évekre. Most már kim vannak körülbelül majdnem egy éve Tanzániában. És amikor a feleség elkezdett dolgozni, csodálkoztam, hogy most hogy fog itt dolgozni ápolónőként. És azt tudom mondani, hogy csodákat élünk át. Olyan embereket hoz vissza az életben, akiket elvittünk a kórházba műtétre. És azt mondta az orvos, hogy ennek a nőnek nem csak a lábát, hanem a fél medence csontját is amputálni kell, olyan állapotban van. Olyan szörnyű fertőzése volt. És azt mondták az orvosok, Arusha legjobb kórházában, hogy gyógyíthatatlan, vigyük innen. Ő elvitte, magához vette, hónapokon keresztül ápolta, imádkozott érte. Ez a nő ma egészséges, jár, életerős. És számtalan ilyen ember van, akiken segített. Ott van, ahol a szükség van. És azt érezzük, hogy csodák történnek általa. Én magam is rendelkezem egy alapképzettséggel, egészségügy terén. Hát annyi, hogy egészségügyi katona voltam. Akkoriban azt hitték, orvos vagyok, mert úgy viselkedtünk, fehérköpenyt vettünk fel, injekcióztunk, gyógyszereztünk, hát ez volt a parancs. Ugye? Az orvos elment is, azt mondta, hogy vegyük át a helyét, elmondta azt, hogy ilyen tünetre, ilyen injekcióvaló, olyan tünetre, amolyan injekcióvaló. Ha valaki nem akar dolgozni, annak C-vitamin kell, mert az csíp injekcióba is, és kalcium, mert az nagy adag. És soha több azonnal meggyógyulnak a betegek, ha ezt beadod nekik. És követtük is a sémát, úgyhogy van egy egyszerű alapvégzettségem egészségügyben, amit én ott látok, azt mondom, hogy ez fantasztikus. Amilyen hűséggel, szeretettel ápol embereket. Minden nap. Olyan körülmények között, hogy én kétszer meggondolnám, hogy oda menjek-e. Mert van, akinek már szaga van. Van, akinek már a látványa is döbbenetes. És visszahozta őket az életbe. És ezek az emberek most már nem azért járnak gyülekezetbe, mert tetszik nekik a program. Hanem mert átéltek valamit a Jóistennel. Egyfajta csodát. Ott egy nő, akit megérintett az evangélium, elindult és cselekszik ott, ahol szükség van rá. Nézzük meg, hogy mikor nem történik csoda a tanítványok életében. Már 9. fejezetében, tehát 3 fejezettel később azt látjuk, hogy nem 2 tanítvány van együtt, hanem 9. Szerintetek melyik az erősebb csapat? A 2 vagy a 9? Ha választani lehetne, és azt mondaná Jóisten, hogy rád bízom, hogy csodát tegyél. Valakivel 2-esben mennél szívesebben, vagy 9-en együtt? A 9-en. Itt azt látjuk, hogy itt 9-en voltak, és hát oda is vitte egy apa az ő fiát hozzájuk, aki nagyon komoly betegségben szenvedett, földhöz verte magát, nagyon jajgatott, és mérhetetlen fájdalmai voltak, és kérte a tanítványokat, hogy hát gyógyítsátok meg. És ezek a tanítványok már előtte, ugye azt olvassuk 6. fejezetben, hogy rutinból sok embert meggyógyítottak, nem így van? Párosával. Hát most ott ülnek 9-en, és azt látjuk, hogy kudarcot vallanak. 9 ember. 9 pedig 9-szer annyit tud imádkozni, 9-szer annyi olajat tud kenni, nem, 9-szer annyit tud beszélni, hinni, és mégis kudarcot vallanak. Vajon miért? Amikor ugye abban a helyzetben kerülnek, hogy megpróbálják megtenni a csodát, és nem működik, akkor ez óriási szégyen volt az ő számukra. A tehetetlen, az erőtelen közösség, gyülekezet, az inkább szégyene Isten országának, mint előmozdító ereje. És szégyent vallottak a tanítványok. Bár hallomásból hallották az emberek, hogy ők már hajtottak végre csodát, ezért hozta az apa az ő fiát a tanítványokhoz is, mert bízott abban, hogy most tudnak segíteni. Azonban kudarcot vallottak. Vajon miért? Érdemes megnézni a kudarc hátterét. Nézzük meg a kontextus, hogy mi is történt itt. Jézus egy különleges alkalmat készített elő. Amikor ő találkozik a hegyen, kivel, emlékeztek a történetre? Mózessel és Illéssel. Egy fantasztikus, egy szenzációs alkalom, amikor Jézus megmutatta az ő dicsőségét. Megjelent az ő dicsőség, és ezt előre jelezte.
Azt mondta Jézus, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik meglátják az Isten dicsőségét. És el tudjátok képzelni, amikor ott a gyülekezetben ez elhangzik, akkor mindenki mit akar tenni a tanítványok közül? Jézussal maradni, hogy meglássák azt, amit senki nem látott. Te hol szeretnél lenni a tanítványok helyében? Fenn a hegyen, megnézi Jézus dicsőségét, vagy lenne a völgyben, ahol munka vár rád? Ahol egy apa odahozza a szenvedő fiát. Melyik a vonzóbb? Én azt gondolom, egy olyan kultúrát hoztunk létre a kereszténységben, ahol szeretjük a nagy Isten tiszteletet, a megjelenést, a pompát, kórusokat, nem a koncertelen beszélek most, amilyen, de szeretjük a szépet. Ezért templomokat építenek az egyházak. És olyan, mintha egy showműsor lenne a vallásosság. Egy emberi showműsor. Amiben valahol a lényeg, mintha elveszett volna. És itt azt látjuk, hogy itt a 9 tanítvány, akiket Jézus együtt leküldött, hogy ennek a gyermeknek segítsenek, és a 3 fenn volt, ez a 9 tanítvány, azzal foglalkozott, amivel nem kellett volna. Azon gondolkoztak, hogy miért rekesztett ki bennünket Jézus ebből a fantasztikus élményből. Miért vagyunk mi kevésbé fontosak, mint a többiek? Miért van az, hogy Jézus bennünket nem vitt magával? Ellen White azt írja a Jézus élete című könyv 431. oldalán, Jézust a hegyre kísérő 3 tanítvány kiválasztása felkeltette a többi 9 irigységét. Ahelyett, hogy imádkozással, a Krisztus szavain való elmékedéssel erősítették volna hitüket, inkább csüggedésükkel, személyes sérelmeikkel foglalkoztak. A sötétségnek ebben a pillanatában és állapotában vállalták a küzdelmet Sátánnal. Elkezdtek egymással foglalkozni, a másikkal, a pozícióval, a kiváltsággal, az elmarasztalással, a lemaradással, a sebekkel, és erőtelenné váltak. Látjuk azt, hogy az első hiba, amit elkövettek, nem azt nézték, hogy mivel bízta meg őket Jézus, hanem elkezdtek jobbra és balra tekinteni, másokkal foglalkozni. És sokszor ilyen a gyülekezet élete is. Többet foglalkozunk egymással, jobbra-balra tekintéssel, mint a feladattal, mit ránk bízott a Jóisten. Pedig ma is van feladat. Ma is küld bennünket. A 9 tanítvány kudarcot vall. Ott vannak ebben a helyzetben, és azzal foglalkoznak, hogy hát miért hagyott bennünket itt Jézus? Hogy miért nem vagyunk olyan fontosak, mint a másik? És valahol ez mindannyiunkban ott van, nem? Mindenki szeretne fontos lenni, szeretett. Mindenki szeretné, hogy felfedezzék, ha ő különleges lenne, ha ő feltűnne. Mindenki érzi, hogy valahol én kiváltságos kellene, hogy legyek. És ez nem mindig sikerül. Egy olyan világban élünk, amikor nagyon gyakran sérülünk. Mert nem mindig úgy bánnak velünk, ahogy szeretnénk. Van egy ismerősöm, nagyon híres gyógyszerész feltaláló. Amikor feltalált egy gyógyszert, meghívták egy hatalmas, nagyon nagy gyógyszergyárhoz, hogy a központi irodában dolgozzon, és fejlesztéseket végezzen. Az első munkanapon, amikor elment a munkahelyére, hamarabb ment, hogy megismerje az asztalt, az irodát, a körülményeket, és belépett egy fél órával a kezdés előtt az iroda épületébe. Amikor ment befelé, látja, hogy a takarítónő takarítja a mosdót, beköszönt, hogy jó reggelt. Vidám majd megy tovább, és valami zajt hall a háttérből. Visszafordul, és azt látja, hogy a takarítónő zokog. Visszamegy, és elnézést kér, hogy tett valamit, amivel megbántotta? Azt mondja, hogy nem. Akkor mi a baj? És azt mondta a takarítónő, 2 éve dolgozom ezen a munkáján. Maga az első, aki azt mondja nekem, hogy jó reggelt. Maga az első. Egy olyan világban élünk, ami nagyon kemény, nem? Ami bedarál bennünket. Ha nem vagy a legszebb, ha második, már nem érdekel senkit. Ha nem vagy a legjobb, akkor már nem érdekel senkit. Ha lemaradtál, akkor te már másodrangú vagy. Csak a legjobb az érdekes. Itt elindultak az olimpiai játékok, ami nagyon szurkolunk, és kérlek, mert ott szurkoljatok. Ugye, lehet, hogy egyesek tudják, hogy miért mondom. Mert van egy sportoló, aki nekünk fut, egy maratonfutó. Akkor mentem ki Tanzániába márciusban, akkor megismerkedtem egy maratonfutóval, egy hölgyel, aki kenyai, és esélyes, hogy megnyeri a maratont. Nagyon jó összebarátkoztunk, és azt mondta, hogy László, nekem tetszik ez a tanzán munka, maszályokért, ha megnyerem egy részét a nyereménynek,
erre a munkára adom a gyerekekre. Úgyhogy most 350 gyerek szurkol neki. Úgyhogy, de ha csak második vagy negyedik, már senki nem foglalkozik vele, nem? Egy ilyen világban élünk, amikor mindannyian sérülünk. Amikor vizsgázunk, vagy nem vesznek fel, nem rosszul esik. Amikor háttérbe szorítanak, amikor igazságtalanul számolják a pontszámokat, mint beszélgetni, rosszul esik, nem? És amikor megyünk az Istenhez, akkor időnként az Istenre is így tekintünk. Szeretném, hogy ő csak rám figyeljen. Szeretném, hogyha ő engem szeressen. Hogy megmutassa önmagát, hogy tegyen értem egy csodát, mondja itt. A tanítványok leragadnak a saját dolgaiknál, és nem veszik észre, hogy milyen esélyt kaptak, sokkal nagyobbat, mint a három ott a hegyen. A három csak nézi Jézust, de nem élnek át csodát. Csak azt, hogy Jézus átváltozik. Ők pedig átélelik azt, hogy egy gyermek élete radikálisan megváltozik. Jézus megjelenik, azt olvastuk a Biblia igében, megjelenik, és ugye félbe kell szakítania ugye ezt a hegyen ezt az alkalmat, amikor találkozik Mózessel, Illéssel, amikor átváltozik, és siet lefelé, mert látja, hogy baj van. Megjelenik, és érdekes, hogyha megnézzük itt a történetet, akkor az első mondat, amit elmond Jézus, az kinek szól? Ott állnak a farizeusok, az írástudók, akik kritizálják a tanítványokat. Hogy hát ők nem is tudnak gyógyítani, hogy igazából az egész csak szemfényvesztés. Az első mondat az nekik szól. Miért versengtek ezekkel? Mindig vannak olyanok, akik soha nem tettek még csodát. Soha nem éltek már még át semmi személyeset Istennel. De nagyon jól meg tudják mondani azt, hogy a másik mit tesz rosszul. A kritikusok. Jézus azt mondja, ők okozzák a legtöbb kárt a közösségnek. Mert még azt a bátorságot, azt a maradék bátorságot is elveszik a másiktól, ami volt. Nem így van? A kritikusok. Amikor megjelenik egy kritikus, akkor nem csak, hogy elveszük a bátorságát a másiknak a kritika által, hanem össze is törünk ismét valamit a másikban. Ezért Jézus először őket hallgattatja el, hogy maradj csendben. És azt hiszem, ezt érdemes megjegyezni. Ez egy nagy emberi kísértés, hogy azt kritizáljuk leginkább a másikban, amire mi sem vagyunk képesek. Nem így van? Azt veszük észre a másikban, amiben mi is a legrosszabbak vagyunk. És milyen jó érzés, ha a másikat lehúzom, és én jobbnak érzem magam, nem? Ha én nem fejlődök, legalább a másikat lehúztam. Ezt teszik az írástudók. Hányszor előfordult ez? Nem csak a politikai téren, ez már mindennapi, nem? Hanem még a kereszténységben is. A gyülekezetben is. Akár lehet itt magunkról beszélni, hogy milyen jól esik, amikor valakit lehúzunk, aki esetleg lehet, hogy még jobb is lehetne nálunk. Jézus azt mondja, mit versengtek ezekkel? Ez az egész nem versengésről szól, hanem Isten országának az építéséről. Ha nem tudsz valamit, akkor ne abba akadj bele, aki akar tenni valamit, hanem keresd az Istent, és keresd meg a te szolgálatodat. Mit versengtek ezekkel? Úgy gondolom, hogy van valahol a kritikának is helye, csak nagyon nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy az ember rájöjjön arra, hogy hol. Én azt tudom, hogy az életemet nem a kritikusaim változtatták meg. Bár sokat segítettek nekem abban, hogy megerősödjek. Az életemet azok változtatták meg, akik jó szándékkal valami jót adtak nekem. Emlékszem már, lehet, hogy itt is mondtam, egy tanárnő döbbentett rá, amikor hetedikes volt a általános iskolában, hogy jó tanulni. Én nem szerettem tanulni. Egy jó 4-es tanuló voltam az általános iskolában. A fizika tanárnő, aki, egy új fizika tanárnő, aki jött az iskolához, nem tudta a rendszert, hogy itt a fiúkat csak szidni szabad, és elkezdett dicsérni bennünket. És engem megdicsért, hogy én milyen jó vagyok fizikából. Én majdnem fizikus lettem. A gimnázium börtönre vizsgáztam, úgyhogy egy napot tanultam a fizika érettségére. Megírtam a fizika érettségem kitűnőre, és a Műszaki Egyetemre akartam menni, járműtervező üzemmérnöknek. Mert szerelmes voltam a fizikába. Miért? Mert valaki egy jó szót szólt hozzám. Technológia vagy teológia. Csak kis különbség van, nem? De aztán Jóisten a váltót átállította, és a technológiából teológia lett. Mert kíváncsi lettem arra az Istenre, aki az én életemben is csodákat tett. És ezáltal megváltozott az életem. Menjünk tovább. Nézzük meg itt az apát.
aki odahozta a gyermekét a tanítványokhoz. Ez az apa úgy látom, hogy hitt a csodákban. Azért vitte a gyermekét a tanítványokhoz. És amikor megérkezik a tanítványokhoz, akkor csalódott, hogy nem tudják meggyógyítani az ő fiát. Megérkezik Jézus, és kérdezi, hogy mi történik itt, akkor elmondja az apa, hogy ide hoztam az én fiamat, és nem tudták meggyógyítani. És itt szemrehányóan érezhető a szavából a keserűség, hogy nem tudták meggyógyítani. Ugye ezt néha átéljük mi is lelkészként, néha meghívnak, hogy van valaki beteg, hogy imádkozzunk érte is, és azt remélik, hogy az imától valaki majd teljesen meggyógyul. Időnként megtörténik, tehát én magam is éltem már át konkrét gyógyulásos csodát, ami egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik. Aki régóta is a szegi, azt tudja, hogy Zsanna élete is így kezdődött, nem? 6 hónaposan ő daganattal küzdött, és eltűnt csütörtökről péntek reggelre. Azonban ez nem mindig következik be. Amikor az apa elmondja azt, hogy nem tudták meggyógyítani, akkor egy érdekes dolog történik itt a történetben. Ugye Jézus ugye ránéz a gyermekre, és elkezd érdeklődni a gyermek iránt. Mint hogyha neki anamnézist kellene készíteni, mint egy orvosnak. Azt kérdezi Jézus, hogy mennyi ideje esett ez rajta? Mióta van ez a probléma? Hát nem tudta Jézus. Hogy nem tudta volna? Ha mindent tud, akkor ezt is tudta. És akkor jön a gyermek, és ismét jön a roham, leesett a földre, tajtékot túrt, fetreng, és Jézus csak beszélget a gyermekről, de nem segít a gyermeken. Ez nekem egy megdöbbentő mozdulat, mert Jézus többnyire egy érintéssel meggyógyított bárkit. Itt pedig egy folyamattal találkozunk. Mennyi ideje volt ez, hogy ez esett rajta? Az apa pedig mondja, hogy hát gyermeksége óta, és gyakorta veti őt tűzbe, vízbe, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvél rajtunk. Most már nem a tanítványok felé fordul, hanem Jézus felé fordul, azonban van egy bökkenő ebben, amit mond, micsoda. Ha valamit tehetsz. Ez nem annyira hitnek a szava, nem így van. Ez még nyitva adja a kiskaput, hogy hát, lehet, hogy nálad sem működik minden úgy, mint a tanítványoknál. És akkor így ott a kétség benne. Jézus pedig egy dolgot mond, ha hiheted azt, emlékeztek a folytatásra? Minden lehetséges a hívőnek. Minden lehetséges a hívőnek. És ez egy olyan konkrét mondat, ami azt gondolom, hogy sokkal mélyebbre hatol, mint hogy azt fel tudnánk fogni. Az olimpiai játékokon pszichológusok hadd dolgozik azon, hogy a sportolók higgyenek önmagukban. Nem így van? Ha nem hiszel önmagadban, nem is tudsz teljesíteni. Itt pedig a menny egész hada azon dolgozik, hogy az ember higgyen az Istenben. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mondja az írás is. És a hit pedig egy új világba emel bennünket. A nem látott dolgok valóságának a világába. Amit remélünk, az valósággá válik a hit által. Egy új belső valóság jön létre. Minden lehetséges a hívőnek. És azt gondolom, hogy a mai kereszténység egy hitkrízisben van. Vannak dogmáink, vannak könyveink, vannak tanításaink, de hogy állunk a hit terén? Hogy álltok a hit terén? Mi az, amit te hiszel? A hit az nem azt jelenti, hogy én igaznak tartok valamit. Igaznak tartom, hogy a világ nem evolúció által jött létre, hanem Isten alkotta. Ennél azért többre van szükség. A hit az teljesen más kategóriát jelent. Nem azt jelenti, hogy valamit elhiszek, és más nem. Hanem a hit egy olyan bizalmi kapcsolat, amikor rábízom magamat az Istenre teljesen. Úgy, mint ez a két önkéntes, akik kimentek Tanzániába. Azt sem tudták, hova mennek. De azt mondták, hogy kértünk Istentől jelet, a jelet megadta nekünk, és megyünk. Évekre. És ott vannak, és emberi életek változnak meg általuk. Ugye a hitkrízisben élünk, amikor a hitünk elméleti síkon mozog, a gyakorlati valóság azonban elmarad. A mai kereszténységnek vannak templomai, vannak szószékei, vannak orgonái, zenéi, de vajon maradt-e még hite? Van-e még olyan hit, amire itt Jézus utal? Minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könnyhulatással mondta, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És rájött arra, hogy
Kinek a hite számít, amikor gyógyulásról van szó? Nem a tanítványoké. Sokszor a gyülekezetben is azt mondjuk, hogy a gyülekezetek, a többiek ilyenek, és azért vagyunk bajban. Mások azt mondják, hogy Isten visszavonult. Itt Jézus rávilágít arra, hogy csodák csak akkor történnek, ha én személyesen Isten felé fordulok, és engedem, hogy ő hittel ajándékozzon meg engem. Ha nem hiszem, nem hiszek, az sem baj, ha legalább imádkozni tudok a hitért, nem így van? Mint ez az apa. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig, mikor látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdolgálta a tisztáltal lelket, mondván néki, te néma is siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többi belé ne menj. És a gyermek meggyógyult, és van egy szép mozzanat, 27. versben, Jézus pedig megfogta a kezét, fölemelte, és az fölkelt. Jézus megfogta a kezét, és a gyermek felé fordult. Miért is vagyok én lelkész, vagy misszionárus, vagy miért foglalkozok a misszió kérdésével? Én azt látom, hogy a legszebb mozzanatok az életemben azok, amikor Isten segítségével én is megfoghatom valakinek a kezét. És látom, hogy felragyog a szeme, mert rájött arra, hogy van Isten, meg van értelme az életnek, meg van megoldás az én problémáimra. Én azt kívánom nektek, hogy ebből a történetből azt szűrjük le mindannyian, hogy a kereszténység lényege az nem a külsőség, hanem egy új belső valóság. Mit Jézus egyszerűen úgy nevez, hogy hit. Egy olyan hit, ami átalakítja az életemet, átalakítja a másokra gyakorolt hatásomat, átalakít mindent. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Luther Márton azt mondta, hogy aki hisz, az mindent megnyert. Aki nem hisz, az mindent elveszített. Édesapám, amikor elmentünk a kórházba, az utolsó útján, 7 évig küzdött daganatos betegséggel, és akkor lemondtak róla az orvosok. És elmondta neki az adjunktusnő, hogy Szabó úr, most már nem tudunk tenni semmit. És elindultunk lefelé. 7 évig bejárt a Kígoly utcába, kezelésre. 7 évig ő minden alkalom elmondta, ő nem fél, ő hisz. Ez az adjunktusnő, aki kezelte őt, elkísérte őt az autóig. Ott voltam én is. És amikor el akartam köszönni, azt mondja az adjunktusnő édesapámnak, hogy Szabó úr, szeretnék magának valamit mondani. Azt a Bibliát, amit nekem adott, én most már minden nap olvasom. És miért? Láttam, azt többször voltam benne vele, hogy lassan az adjunktusnőt jobban érdekelte édesapám hite, mint a betegsége. Mert rájött arra, hogy hit nélkül már élni sem nagyon érdemes. Aki hisz, megnyert mindent, aki nem, csak időkérdése, hogy mindent elveszítsen. Én azt kívánom nektek és magamnak, hogy higgyünk.